Madarász Isti a hazai filmes egyik legkülönlegesebb egyénisége. Gyermeki lelkesedéssel veti bele magát a munkába, idézőjeben köldög köldögnézős, egzisztencialista drámák helyett pedig közönségfilmeket szeretne gyártani. Tévés produkciókat és sorozat epizódokat is dirigált, jelenleg a Tündér Kert című nagyszabású Móricz Zsigmond adaptáción dolgozik. Némileg meglepő lehet, hogy a 2016-os hurok mellett az átjáróház még csak a második mozi filmje, ám előzetesen úgy tűnt, hogy ismét egy autentikus alkotással rukkolt elő a rendező. Christian igyekszik kezdeni valamit az életével. Végre állást szerzett, egy hullaház éjjeli dolgozik, illetve randizik egy lányjal Ágival. Sokként éri, amikor egy nap a behozott halottak közt látja a kiszemeltjét, de ez csak a jéghegy csúcsa. Az elhunytak ugyanis éjszaka életre kelnek. A szinopszist olvasva vagy hallgatva az átjáróház lehetne akár egy depresszív komor horror, ám erről szó sincs, sőt nagyon hamar tudatosul bennünk, hogy itt a hétköznapiságot és a józanész határait hamar el kell dobni. Bár a történet napjainkban játszódik, mégis olyan érzése van az embernek, hogy egy korhoz, helyhez nem köthető mesevilágban járunk, és nem csak azért, mert a filmben boszorkányok, démonok vagy szellemek is feltűnnek. Modern autók furikáznak az utakon ősrégi buszokkal, a mai híradók bejátszásait látjuk, még sincs egy multimédiás eszköz sem, és ez egy kicsit megfoghatatlan köntösbe bugyolálja az összképet, ami jót tesz neki. Veres Attila forgatókönyvét madarász vizuális elbeszélői módja, és minden képkockáról lerívó filmrajongása emeli piedesztára. Visszaköszönnek olyan művek, mint az időutazó felesége, az éjjeli a hullaházban, a Liza Róka tündér, netán az eredet, legyen szó látványról, egy sztori vagy egy szimpla gegről. Bifaját tekintve nem különben érdekes hibridről van szó. A manapság halál járó romantikus komédiák zsánerébe pumpál friss vért egy nagy adag fentezivel leöntve. Merész kísérlet, de ha valakinek esetleg túl harsány ez a színes szagos stílus, akkor is van benne annyi tartalom és inger, hogy emlékezetes élményt nyújtson. Többek között a karakterek miatt, akikbe rendre találunk valamit, ami miatt megragadhatnak bennünk. A két főhős közt tökéletesen működik a kémia, borzasztóan bájosak, és szorítunk nekik, hogy együtt lehessenek. Mondom sem kell, Bárnai Péter és Rújder Vivien kifogástalanok. A alakok közül muszáj kiemelnem gallamiklós főnökét, akiből még sokkal többet el tudtam volna viselni, minden percet tényleg fantasztikus, de Kultvölgyi Erzsébet Bosztia is remek figura. A prób szerepekben feltűnik többek közt Árpa Attila és Dobókata, de Kulka János sem láthattuk még ilyen formában a vásznom. Örömmel tapasztaltam, hogy az átjáróház ügyesen használja a hollywoodi sablonokat, meg tud újulni és leköti a nézőt, ám az utolsó harmadra, mint a ha kicsit kifulladna. Helyenként a saját szabályrendszerét sután kezeli, lyukakat hagyva a történetben, a végső fogocska túlságosan is elnyújtottnak érződik, valamint a szellemekről, lelkekről is szinte teljesen megfeledkeznek egy idő után, mely bizonyos szempontból érthető, mégis talán egy idizéres elköszönés azért illő lett volna, ha már szerelmeseink szállának végre pontot tettünk. Az átjáróház bár közel sem tökéletes, roppant ambiciózus darab és képes kompenzálni a hibáit kreativitásában kimagasló, vizuálisan helyenként egészen parádés, még ha olykor látszik is, hogy kevés pénzből készült. Madrász isti lelkesedése azonban szakértelemmel is párosul, elvégre nagyon sok helyen félremeltett volna egy ennyire furcsának ható alkotás. Szerencsére sikerült jól bánni az arányokkal, mely így egy frappáns, humorú, roppant szórakoztató és abszolút hiánypótló filmet eredményezett, ami megérdemli a figyelmet. Igen, tény, hogy jön hamarosan az Avatar 2, ami minden létező ember valószínűleg meg fog nézni, vagy minden második, de aki esetleg azt már unná, vagy nem feltétlenül érdekelni, azt szerintem adhat egyesét az átjáróháznak is, vagy mindkét filmnek, mert a karácsonyi időszak táján szerintem egy esélyt maximálisan megérdemel, meg amúgy is. Úgyhogy én adok rá 70%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, ha gondolod, Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Chats